Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön még több Black Ops 3. Ugye, ki nem látta az előző videókat, javaslom, ugorjatok el a csatornámra és nézzétek meg. Beszéltem már mindenről, most már grafikáról, fegyverekről, pályaszerkezetről, mozgáskultúráról. És most elérkeztünk odáig, hogy beszéljünk egy kicsit ezekről a karakterekről és a képességeikről. Ha úgy lesz idő, akkor sorra vesszük mindegyiket, de inkább egy általánosságban szeretnék beszélni róluk, és hogy hogyan illeszkednek be, mennyire egyenlítik ki egymást, és hogy mennyire jön ez ide a Call of Duty világába, mennyire illik ez bele tulajdonképpen. Azt ugye azért már megszokhatunk, hogy a COD már nem a régi. Szóval aki az a COD 4-es, MV2-es, MV3-as világra vágyik vissza, annak sajnálom, de buktuk, ez van. Én is szeretném, hogyha a COD olyan lenne, de talán ehhez már, erre már nagyon késő vágyakozni. Ez már nagyon a múlt a shooterekben, és nagyon errefelé halad az egész, és valahogy milyen szinten gondolom a katonai technológia is valamilyen efelé szint felé halad, ha csak már nem ott tart, csak nem tudunk róla. Nos, beszélgessünk ugye a karakterekről egy kicsit. Mindegyiknek megvan a maga képessége, mondjuk úgy, ugye lehet villámrobotot a földbe szúrni, vagy gyorsabban futni. Mindenkinek van egy, nem mondjuk, hogy ugye van nekik egy aktív és egy passzív képességük, és egyik jobb, mint a másik, azt kell, hogy mondjam. És emlékszem, amikor megjelent a COD, és mindenki onyadott, tiszta Destiny, tiszta Destiny. Nekem alapvetően tetszett a Destiny-ben ez a dolog. És valóban Destiny-re hajaz ebből a szempontból, és azt mondom, hogy nincsen vele semmi baj. Főleg azért, mert ugye az előző részben beszéltem arra, hogy nem érzékeltem arról, hogy a fegyverek nagyon OP-k lennének. És nem vettem észre azt, hogy a játékosok többsége, amikor nézem a killcamot, melyik fegyver felé húz úgy igazán, mert széles volt a lista. Ez azt jelenti, hogy valahol a kevésbé erős játékosok is keresgélik a fegyvereket, hogy melyik lenne az, ahova húzna a szívük, hogy melyik lenne megfelelően OP a robbanó anyagokat leszámítva ahhoz, hogy kényelmesen ölni tudjanak fegyverre. Na most! Íme itt vannak ezek a speciális képességek, amik helyettesítik az OP-ságot. Persze azért, mint látjátok, azért kell hozzájuk skill némelyikhez. De nem olyan vészes eltalálni velük bárkit is, de az OP-ság ott van bennük. És nem beszélve arról, hogy ugye van az egyik, a Battery nevezetű karakter, ő neki az aktív képessége az a gránátvető, derűgó. Tehát bennük van az OP-ság, ami kell, hogy meglegyen a sikerélmény a kevésbé jó játékosoknak is, és nem kell hozzá készriket építeniük, hogy elérjék. Persze minél többet élnek, minél gyorsabban, annál gyorsabban elérik ezt a bónusz aktív, passzív killstreak féleséget, nevezzük ahogy akarjuk, és ezáltal nem rombolja le a játékélményt a prókkal szembe a kezdőknek. Ez egy, úgy érzékelem, hogy gondolatilag a játékkészítéktől egy nagyon jó ötlet volt. Az olyan, mint a Titanfall-ba lehívnál egy titánt egy pár másodperc. Egy pár másodpercig, vagy egy percig kb. Vagy éppen egy adott alkalomig van lehetőséged arra, hogy megboostold a játékélményedet, ha felemeld a játékélményedet. Na most ugye, amikor megjelent ez az egész dolog, hogy nézzetek, képességeik vannak a Call of Duty-ra, hát ez milyen? Hát ilyen, most már ez van, ezt kell szeretni. És akkor elkezdik a gamerek YouTube-ra kipróbálni a dolgokat, ugye. És akkor jött az egyik videó, ez nagyon OP ez a képesség, akkor kipróbáltak a másikat. Ez is nagyon OP ez a képesség, ez az OP, meg az OP. Akkor jött a harmadik, anyád, ez a glitch nevű képesség, anyád, milyen durván OP képesség, és nekem van egy olyan érzésem, hogy így próbálgatom a karaktereket, mert nekem is ugyanezen mentem át. Anyád, hát ez OP, hát ez milyen köcsög dolog, a gránátvető. Az mondjuk tényleg egy köcsög dolog. De a glitch ez milyen OP, hát ne vicceljük, mert anyád, ez az áramfegyver, hülye vagy, ha eltalálok valakit, egy hadsereget kiír. Tehát így, és így néztem, hogy mindegyik képesség OP a maga nevében. Viszont jól kiegyenlítik egymást, szóval erősek, mert erősnek kell lenniük. Némelyik egy jobban skill-based, mint a többi, de rendben van, mert azok, amelyek
erős, aktív képességek, azokat nehezebben lehet megszerezni, hosszabb időhöz vannak kötve, a több killhez. Amelyik passzív képességek, nem mindegyikét, de van, amit könnyebben lehet megszerezni. És, hogy egy egészben egy balansz legyen, a passzív és az aktív képességek között egy jó egyensúly van. Tegyük fel például, van valakinek gránátvetője, és ellövi random azt a gránátvetőt, és te látod a golyót repülni feléd, és van annyi reflexet, hogy nyomja a glitchet, már meg is úsztod az egészet. Van egy olyan érzésem, hogy a glitch magát, például ez ugye, ami glitch visszaforgatja az időt egy pár másodpercre, és azért ezt nagyon sokan fogják használni estében az OP-ság, ami ezért szerintem bele is fogják tenni, hogyha kompetitívan indul a BO3, hogy esetleg a glitch fogják használni, vagy egyes ilyen bónusz killstreakeket, vagy hogy nem tudom, hogy nevezem, képességeket. És, de mindegyik valamiért, valamilyen szinten egyensúlyban van, és megfelelően erős is. Mindegyiknél, amikor játszol, az lesz az érzésed, hogy anyád ez OP, főleg amikor lelőnek vele lesz az az érzésed, hogy OP, és olyan deköcsökség ezt belerakni, de amikor használod, akkor természetesen tökéletesnek fog tűnni meg, hogy nem is olyan OP, és valójában OP-k maguk, de összehasonlítva csak tisztán magukat, ezeket a speciális képességeket, nem OP-k, jól kivannak egyensúlyozva. Most már lehet, hogy akkor, amikor a játék még nagyon ilyen alfa stádiumban volt, és a különböző játékkonferencia eseményeken bemutatták őket, akkor kevésbé volt köztük egyensúly. De most a passzív és aktív képességek között, ahogy néztem, az összes játszható karakternél, van egy egyensúly közöttük, és ez nekem így rendben van. Így el tudom fogadni azt, hogy a BO-ba ezt így berakták egy újításnak. Kell, mert valóban egyrészt pénzről szól az egész, és szeretnék ugye, hogyha a kezdőbb vagy kevésbé ügyes játékosok is sikerélményük legyen, és ezekkel a képességekkel 100%-ig lesz. Én nem tudom, mekkora idiótának kell lenni, hogy ne sikerüljön használni ezeket a képességeket, és ezzel garantáltan lesz egy megemelt játékélmény. Azzal ellentétben ugye gondoltak a pro játékosokra is, akik nem biztos, hogy akarnak egy gránátvetőhöz nyúlni a betörés, de jobban szeretik a glitch-et. Például ugye, ami visszaforgatja az időt, nálam az egyik favorit, annak ellenére, hogy a legkevésbé tudok vele játszani. Egyszerűen nem jut eszembe használni azokat a kurva speciális képességeket, és főleg valamiért a glitch-et nem jut eszembe, mert mintha várnék a legmegfelelőbb alkalomra, pedig nem szükséges, mert mindig egy megfelelő alkalom van, hogyha olyan a helyzet. Úgyhogy, ja, és ugye ezzel a passzív képességekkel esküszöm belevittek egy kis gondolkodás is a játékba, nem csak ilyen run and gun, hogy megfontolt, hogy mikor kapcsolod ezt a bizonyos passzív képességet. Tegyük fel például a gyorsfutás, és az egyik karakternél van neki egy olyan passzív képesség, hogy gyorsabban tud futni pár másodpercig. Ha azt bekapcsolod, helyekre gyorsabban elnéz. Egy domination játékban kincsként jön egy gyorsutás, befoglalsz egy pontot, és gyorsabban odaérsz az ellenfélhez, mint ő érne a találkozási ponthoz, ahol ez általában szokott zajlani, vagy gyorsabban odaérsz hozzájuk a kezdetben, mikor ők még csak foglalják a pontot, és te hátba kaphatod őket. És ja, de semmi probléma, mert az ellenfélnél ott egy glitch, meglát téged, és már teleportál is vissza, és akkor kivár a glitch-el, és puff, lelő. Megvannak az egyensúlyok, és ez jó látni gyakorlatilag. Azt hittem, hogy nem fog annyira beleilleni a COD világába ez a fajta, nem tudom, ilyen speciális képességek bevezetése, de rendben van, és egyelőre itt már csak a ti véleményetek dönt, hogy a ti tapasztalatotok mi volt ezzel a játékkal, én ezeket tapasztaltam. Majdnem biztos, hogy közrejátszik az is, hogy sikerélményem is volt benne, de állítom, hogy nem lenne benne sikerélményem, hogyha nem hajazna valahol egy kicsit a régi kodokra, mert kod AV-ban nem mondhatnám, hogy sikerélményem volt. Ment a játék, de nem úgy, ahogy szerettem volna, és nem élveztem a gameplayt, nem élveztem a játék menetet, a folyamatosságát annyira, mint ennek élvezem. Nem jelenti azt, hogy nem megunhatatlan játék, ezt most mondom nektek.
és készüljetek fel arra, hogy jövőre egy másik kod fog jönni, és kár lenne szerintem ezért a kodért. Mert most valahogy eltalálták, és azért tudott benne sikerélményem lenni, mert egy kicsit hozta a régi kodoknak a hangulatát, és emlékeztek, God Ghost-ról is azt mondtam, hogy egy kicsit olyan, mint az MV2, és a God Ghost ment. Tehát szerettem azt a játékot, és jól is ment ahhoz képest. És ugyanezt érzem most a Black Ops 3-nál is, hogy így megy a játék, élvezem, mert valahogy olyan a játékmenet. És mivel ilyen öreg róka vagyok kodban, ezért mindig egy kicsit várnám vissza a régi, folyamatos, szép, egyenletes játékmenetet, és a Black Ops valahogy vissza tudja hozni. Tehát valahogy vissza tudja hozni, azt kell, hogy mondjam. De ősi gamerek, még mindig ne bízzátok el magatokat, ki kell próbálni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!